Sok szeretettel köszöntöm a Nexus Televízió kedves nézőit, önök a Zumbum adásunkat látják, és ma megint egy egzotikus adásnak, egy egzotikus beszélgetésnek lesznek szem és fültanúi kedves nézők, hisz mai vendégem ismét Szárai Zsuzsa a USA-ből. Egyesült Államokból Zsuzsa nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást és itt vagy velünk. Nagyon örülök a meghívásnak, nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném tájékoztatni a kedves nézőket, hogy egy csomót bíbelőttünk felvétel előtt itt a kamera beállítással. Sajnos valami technikai bonyodalom van, az ördög ilyen azért véres a szemem, mert sosem alszik. <laughs> yeah. Szóval most bebújt ide nekünk a kis ördög, de hát ezeket a beszélgetéseket zömében úgyis a kedves nézők inkább hallgatják, tehát kérjük most a, a kritikai megjegyzéseikben arról feledkezzenek meg, hogy a kép minősége változó, mondjuk így. Igen. De a magunk részéről igyekszünk megtenni, amit csak meg tudunk. de hát ennyire futja. Zsuzsi, először is gratulálni szeretnék, mert az előző téma, az előző videó, amit veled készítettünk arról, hogy, hogy víz, a kincsünk, és ami Igen. van, és nem csak van, hanem születik is. Hát ezt a videót Igen. nagyon sokan megnézték. Úgy látszik, sokakat érdekel az a kérdés, hogy mi a helyzet az ivóvízzel egyáltalán. Igen. Van, nincs, hova tűnik el, eltűnik el, vagy nem tűnik el. És hát a videó nézettsége olyan volt, amelyikkel, hát mondhatod, hogy nem mondjam, de mégis a. Nexus Televízió vendégei közül a, az ötcsillagos kategóriába emelt. Na te, oh. is, te is gondolom megnézted ezeket a, a kommenteket, hozzászólásokat, Igen. azért lett belőle elég sok. Igen, é. És, és találtam egy hozzászólást, amit nagyon-nagyon értékesnek tartottam, most próbálom kinyitni. Valaki azt írta nekem, hogy a hozzászólók fejében nem lett rend, nem is várja senki, ez a téma, mágus beavatási téma, nem titkos, de nem való mindenkinek. A beavatáshoz elhívás kell. Na hát erre én úgy reagáltam, hogy én is úgy érzem, hogy bizonyos érettség vagy nyitottság kell ahhoz, hogy megértsék az emberek pedig milyen egyszerű, egy mondatba belefér, a föld mélye vizet termel, és sokan nem hallják, nem hallják meg, most olvasom, amit én akkor írtam, vagy azonnal reagálnak azzal, hogy ezt már tudták. Van egy bizonyos aha pillanat, ami vagy megtörténik, vagy nem, ajtókat kell érte nyitogatni a fejekben, és talán a szívekben is ahhoz, hogy értelmet nyerjenek ezek az egyszerű szavak. Na most. Um, így reagáltam volna körülbelül egy héttel ezelőtt, hogy, hogy ez nekem mennyire tetszik, ez a hozzászólás, most is tetszik, de azért hozzá szeretném tenni, hogy nem kell ezt nagyon, el, ez nem olyan nagyon ezoterikus, hogyha belegondolunk. Mert például, uh, ha csak arra gondolok, hogy nem menjek messzebbre, Bush elnök hányszor elmondta, hogy az én feladatom az, hogy addig ismételgessek dolgokat, amíg az emberek elhiszik. Tehát valójában mi történt? Az történt, hogy addig. Terrorizmus, 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 Így van. Addig ismételgették, hogy nincs víz, nincs víz, nincs víz, hogy mi elhittük, hogy nincs víz. Aztán most nézhetjük, hogy, hogy máshol meg mennyi víz van, ugye? Pont, pont éppen időben csináljuk a videót, Dubajban például a sivatagban mennyi víz van. Tehát, ad, tehát beszéltünk a múltkor is arról, hogy az időjárás befolyásolás mennyire folyik. Tehát ez is hozzájárul. És Dubajban be is vallották? Igen, igen, én is láttam a videót, be is vallották. Tehát erről is szó van, meg arról is szó van, hogy addig ismételgették, míg, míg mi elhittük. Tehát nem is kell olyan nagyon ezoterikusan gondolkozni ahhoz, hogy ezt megértsük. Valójában ez történhetett, hogy mi elhittük. Mindenesetre, aki nem látta még ezt a videót, de most felkeltettük az érdeklődését, kíváncsiságát, feltétlen tiszta szívvel ajánlom, hogy nézzék meg. A, az eltitkolt vízforrás, PowerPAL, PowerPAL a lényeg, PowerPoint élet életmunkásságát próbáltuk mi elcsetelni. keresőben valaki beüti PowerPAL nevét, Igen. Uh, meg a Nexus tv akkor ezt a uh, videót dobja ki. Nagyon tanulságos és nagyon érdekes beszélgetés volt. Igen, uh, köszönjük. Uh, amit szeretnék viszont most felhozni, hogy uh, képzeld Zoli... Nekem kialakult egy, nem tudom magyarul, hogy mondjátok, hogy post trauma szindróma a a Így. a katonák szok, a katonáknak szokott ilyen lenni, amikor Így. valami uh, uh, mi az, hogy trigger tudod, amikor, amikor kihozza belőled valami, Val, valami történik, ami emlékeztet bizonyos dolgokra és egyszerűen csak elveszíted a fonalat pedig tudd meg, hogy én valaha meditáló. Én olyan meditáló voltam, hogy engem hazaküldtek a bábák, mert nem néztem ki úgy, hogy, hogy éppen szülni készülök, tehát én nagyon tudom kontrollálni, hogyha akarom a, az érzelmeimet, de odáig jutottam, hogyha bemegyek egy egy állami, egy állami, állami officeba, épületbe, Hivatal. Hivatal. hivatalba, köszönöm, olyan dolgokat vezettek be az utóbbi időbe, főleg a Covid alatt, Jézus Máriám, hogy akármennyire is próbálom magam tűrtöztetni, nehogy fölidegesíts magad, nem számít, nem számít. Rosszabb képzeld el bemenni egy egyes office mint átmenni a reptéren. Ráadásul előjöttek ezek a, ezek a kis bürokrata, autokrata emberkék, akiknek soha nem volt hatalmuk, és most azt hiszik, hogy azt csinálnak velünk, amit akarnak. Úgyhogy képzeld el, hogy az egyik nagy művem az volt, hogy hogy, hogy be kellett mennem egy, egy épületbe, és annyira túl ö, ö, feszítették Begelt. a húrt, hogy úgy képzelde, hogy elkezdtem ordibálni. nem ordibálni, kiabálni, hogy, Kikelni hogy így néz, így, néz, ki a kommunizmus, és az volt a legérdekesebb, hogy, 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 hogy pont azok, akiknek engem, akiket azért vettek föl, hogy engem kontrolláljanak, tehát valamit tegyenek, le voltak döbbenve, és a legérdekesebb, hogy bentről kiküldtek valakit nem azért, hogy engem kivezessenek, hanem hogy bevezessenek. És ez a lényeg, mai napig tudják ezek a bürokrata office emberek, hogy nekem ott igazam volt. Képzeld el, itt tart Amerika. Összeírtam egy pár dolgot, mert én próbálom itt az amerikai népnek mondani, hogy de hát minket szép lassan átvittek egy olyan ö, ö, diktatúrába, hogy észre se vettük. És akkor én próbálom nekik mondani, hogy én, 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 én ezt ismerem, én, én azt ismerem, amikor ott kezdem, hogy azt hiszik az amerikaiak, hogy a kommunizmus az egy ilyen Mindenki szereti egymást, nincs pénz. Tehát, tehát abszolút egy ilyen utopista valamit gondolnak az emberek, aminek nem sok köze van az igazsághoz. Téged is majd kérlek, hogy hogy amit itt föl, fölírtam magamnak, hogy, hogy egészítsük ki, vagy, vagy, vagy tegyünk hozzá, vagy, vagy vegyünk el belőle. Tehát óriási állami apparátusról van szó. Igaz, hogy ez volt a kommunizmus? Így van. Minden Mi van most Amerikában? Óriási állami apparátus van. Cenzúra, nincs szólásszabadság. Most én az, azt mondom, amiből én már eljöttem. Most nálatok szerintem sokkal nagyobb a szabadság, mint nálunk. Félelem. Nem lehet fegyvert tartani, amit itt be akarnak nálunk vezetni. Megfigyelés, ugye? Kommunizmusban. Nincsenek valódi választások, biztos emlékszel erre a demokratikus centralizmus marhaságra, hogy alulról ve na hát szóval annak semmi köze nem volt, hogy mi választhattunk. Az utazás korlátozás kötelező oltások, szeretnék majd visszatérni a kötelező oltásokra, mert nagyon örültem, hogy földobtátok a témát a múltkori adásokban. A középosztály eltűnése, az emberek kényelmesen szegények, ez van Amerikában, agymosás az iskolákban, bürokrácia, autokraták magas pozíciókban, önkényes törvények és rendeletek, kisüzletek megszüntetése és az állam tartja kezében az egész ö, üzleti világot. Pontosan Amerikában, pontosabban ez Amerikában... Az, üzleti, az üzleti világ tartja kezében az állam. Na, ezt akartam mondani, pontosan, tehát Amerikában fordítva van. Amerikában úgy mondanám, hogy korporatokrácia van, ami gazdasági, politikai, igazságszolgáltatási rendszer, amelyet üzleti, társaságok vagy vállalati érdekek irányítanak. Hát Én, ha ez nem állak, ugyanaz... Létrejön a, a tőke, az uralkodó tőke, amely kezébe veszi a politikumot, a politikust, kijelöl... Ilyeneket, mint a Biden. Szóval Amerika szégyene, tehát az amerikai Igen. állampolgár, az amerikai ember, egyszerű ember szégyene, hogy Igen. egy ilyen elnököt oda tehetnek neki a világ vezető nagyhatalmában, egy szenilis, demens, vén ember. Hogy, hogy adhatnánk tiszteletet egy olyan nemzetnek most politikai értelemben, amelyik ilyen vezetőt tud csak választani? Na várjál! Igen. De mi ugyanúgy el vagyunk térítve. Tehát amikor ezt hát hallom... előre, ezt, ezt mondtam most éppen, tehát hogy Igen. a tőke, a, Igen. A, az államok felett uralkodó gazdasági hatalom vezetői kijelölik Igen. maguknak a politikai színpadon, de nem Igen. csak a, az Egyesült Államokban, hanem igyekeznek a világ, minél több országában a saját bábujukat odaállítani, és rajtuk igen. keresztül érvényesíteni a befolyásokat. De, de egyébként mindegyik diktatúra. Igen, és igen. Hogyne? Tehát ez a lényeg. A, igen. A, tehát hogyha ezt a, ezt a különbözetet visszavesszük, lejjebb a, az, a társadalom alsóbb rétegeiben, osztályaiban a helyzet ugyanaz. Ki vagyunk igen. Teljesen igen. mindegy, hogy kapitalizmus, vagy teljesen mindegy, hogy kommunizmus. Egyébként, teljesen mindegy. Igen. minden vicc új. Kedves barátom Németországban élt, nagyon sokat ott nevelte fel a lányát, és mondjuk a Tübingeni Egyetemben, mikor megy az egyetemre, reggelente ott állnak fiatalok, és osztják a szórólapot, hogy a kommunizmus milyen jó, és hogy alig várjuk már, hogy kommunizmus legyen. Oh, Újszülöttek minden vicc új. Igen. Csak a szeretném mondani, hogy nekem mindig fáj, csak tudjátok ott, hogy mindig fáj, amikor, amikor azt hallom, hogy mert az amerikaiak így, mert az amerikai, amerikaiak úgy. Ez olyan lenne nektek, talán, hogyha átfordítom, hogy, hogy például a Sorosról mindenki tudja, hogy Magyarországon született. Akár hányszor van vele egy műsor, mindig mondják, hogy magyar. De, de érdekes módon még soha nem hallottam, és egy amerikai egy sem mondani, hogy mert a, mert a magyarok, magyarok ilyenek, meg a magyarok olyanok. Tehát azért, mert egy vállalatnak mondjuk Amerikában van a székhelye, attól még nem lesz amerikai, mi, a, mi itt ugyanúgy Kihassálka. szenvedünk tőlük, és, az, és tudom, hogy nehéz lesz ezt elhinni, de az amerikai nép, Szerintem, ha összehasonlítom a magyarral, szegényebb. Tehát ti azokat látjátok Magyarországra menni, akik mondjuk mondjuk olyanokat, mint én, éveken át mondjuk összegyűjtjük a kis pénzünket, vagy Washingtonban élünk, és akkor ugye jobb, jobb helyzetből. Gyűjtjük, gyűjtjük, gyűjtjük a pénzt, hogy majd, amikor Magyarországon leszünk, akkor nem kell annyira én tudod nézni, hogy mi, mi, És akkor ti azt gondoljátok, hogy hú, de jól megy nekik. Hát nem egészen úgy van. Az Én pont olyan helyen lakom, Új-Mexikóban, az egyik leg, az egyik legszegényebb államban lakom. Itt tényleg az, az emberek Ebbe a nagyon e, tákolmány, ez az összetákolt, valamiben laknak. Látom, amikor akarják behozni Magyarországról, hogy ez milyen olcsó, ez, ez, ennek semmi értéke nincsen ezeknek a mobil. Háze, a, tudod, miről beszélek? Ugye házak, mobil mobilházak, Igen, igen tudom, borzalmas. Igen. Tehát így, így laknak a, a rengetegen. És látom, hogy eszük ágában nincsen, hogy ők most elkezdjenek utazgatni. Hát a magyar, a magyar, most mondom a magyar mentalitás, hogy magatokra ismerjetek, hogyha elhívok valakit Washingtonba Magyarországról, akkor a magyar így, így gondolkozik, hogy hát ha már itt vagyok, akkor menjünk át Kaliforniába is, vagy Floridába, míg az, az amerikainak az sem jut eszébe hogy elmenjen egy másik államba. Tehát valahogy így kell fölfogni a, a, mi fölfogásunk, az az, hogy kolbász, és ha nincsen a legjobb szalámi, akkor hú, de rosszul megy. Míg az amerikait úgy látom, hogy örül neki, hogyha McDonald'ban jól lakott aznap. Na, erről azért egy, korábban is beszélgettünk róla más felvételeken is, de azért itt csak szeretném a kedves nézők, a magyar nézők figyelmét felhívni, de mielőtt ezt, ezt a gulyás kommunizmus felemlegetném, előtte azt szeretném mondani, hogy amikor én Amerikáról beszélek, igyekszem nagyon sokszor precízre fogalmazni, hogy én nem az amerikai emberről beszélek, hanem az amerikai államról, amelyet egy kis... Hát most a Drábik János után most Jánostól született nemrég ez a megjegyzés, hogy nem gólyok csoportja, amelyik uralja a, a világ gazdaságát, és az amerikai népességet, az amerikai adófizetőket használja fel arra, Igen. hogy a, a, a céljait elérje és demonstrálja a hatalmát. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az amerikai emberekkel alapvetően zömével semmi baj nincs. Azok az más, akiket degeneráltak, tehát ebbe a vok ideológiába meg bevittek, eltérítettek, hogy ezt miért tették, hogy ez, ez a másik három is önök a témája. Viszont, igen, hogyha és... már felemlegetted a, e, e, bocsátat e, igen, a, a, a felvetésedhez a, az a kommunizmus, ami nálunk volt a Kádári ér alatt a 60-as évek végétől, a 70-es és a 80-as években, az függetlenül ettől, hogy kommunizmus jegyeit hordozta magában, azonban ez egy összekacsintós ország volt. Talán még én így tudom a legjobban megjelölni. Tudtuk, hogy párdiktatúra van, tudtuk, hogy figyelve vagyunk, hogy a pártitkár így, meg úgy. Lesz Szóval nem figyeltünk rá, nem ezzel foglalkoztunk, hanem összekacsintottunk. Ugye az volt a jelszó, hogy ez a nép vagyona, amit az országban van, ezt nagyon sokan komolyan is vették, úgyhogy vitték haza, amit csak lehetett. a szerszámokat, innét, onnét, nyersanyagokat, de összetartottunk, odafigyeltünk igen. egymásra. Igen, és, igen. És vicces volt ez, hogy Kaliforniába, meg akkor ugorjunk át ide-oda. Mert ugye Magyarország, meg Kisország is, hát persze, hogy akkor jön igen, a szabi, igen, akkor igen. ugorjunk le Balatorra, vagy menjünk el a Mátrába. <laughs> igen. Én ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy a magyar igényes, a magyar, a, a, a magyar sz szeret látni, jókat enni, jókat inni, olvasni, tehát a, a, a magyar egy igényes valaki én az amerikait nagyon szegénynek tartom. De vissza szeretnék térni egy pillanatra, hogy értem én, hogy miért mondják az emberek, ahol Amerikai Amerika így, Amerika úgy. Tehát tudjuk, hogy három helyről van irányítva a háttérhatalom. Tehát van, egy, van valamilyen hatalmi rendszer, és valójában, valóban a, a katonai irányítás valójában Washington, tehát Amerikából amikor hallom, hogy hogy képzeli Amerika, hogy, hogy, ő a világ rendőre, hát nem Amerika képzeli, hanem az a háttérhatalom, a Vatikánról tudjuk, hogy onnan jön a, a spirituális megtévezgetés, London Cityből a, a pénzvilág, és Amerikából pedig a, a, a katonai háttér. Tehát én ezt én, én fölfogom, és, és nagyon sajnálom az amerikai katonákat, mert most már ők is tudják, ám kezdik ám, ők is, ők is tudják, hogy miről van szó, de annyira nincsen munka lehetőség Amerikában, hogy nagyon sok katona azért áll be, mert nincs munka, sajnos. Ez többenetes ez a, ez a fegyverkezés, meg ez a háború, Igen. mert most az amerikai gazdaságnak a fegyvergyártása a hajtómotorja, ami, ami magánüzlet gyakorlatilag, Igen. és képzeld el, hogy Magyarországon várpalotán is elkezdtek a magyarországi tőkések egy ilyen bizniszbe beszállni, lőszereket fognak gyártani Magyarországon. Szóval, hogy nem értjük meg azt, hogy ezt a rendszert mi tartjuk fenn, Egyikünk elmegy a el lőszergyárba azért, és felmenti magát a felelősség alól, hogy ő most gyilkoló eszközöket e, nek a gyártásában vesz részt, felmenti magát azért, mert én csak a fizetésért megyek dolgozni, hát valamiből meg igen. kell élni. Igen, a igen. másik a másik elmegy az élelmiszerfarmra, ahol ilyen csöpöktetős módszerekkel, vegyszerekkel, meg a csirkékbe lőnek be ilyen hormonkezeléseket, ja, hogy három hónap alatt már a mellüket ki lehessen teríteni. A kultra. És ezek az emberek is felmentik magukat a felelősség alól, az ember társaink. Igen. Mert azt mondják, hogy hát én csak a fizetésért csinálom, mert igen. valamiből meg kell élni. A igen. másik, a harmadik meg elmegy a gyógyszergyárba, a, mert vegyész végzettségű, és ő keveri össze a mérgeket, és hoz létre ilyen eremenes vagy e, milyen vakcinákat, meg oltóanyagokat, kísérletez ki, és megint csak felmenti magát, hogy én jót akarok, és egyébként fizetés kapok érte, meg azt mondták, hogy ezt kell csinálni. Igen, ezt igen, kell kifejleszteni. Tehát ezzel az önmagunk felmentésével pedig mi hozzuk létre, mi működtetjük, mi üzemeltetjük, ugyanakkor Igen. egyénenként, tehát. És még, ami egy tipikus, jellemző magatartás, hogy más a felelős. Mert ez a szegénységi bizonyítványunk. De nem Igen. csak a magyaroknak, én most nem csak önkritikus is vagyok, de de látom az egész világban rengeteg anyag készül arról, hogy kikrontották el a világot. Igen. Vagy kik kik tartják ilyen romlott állapotba. Barátom, nem ők tartják ilyen romlott állapotba, hanem mi. Bizony, mert hozzájárulunk. Jaj, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Még azt akartam mondani, hogy ott tartunk Amerikában, hogy, hogy már emlékszek Kafkának a, a novelláira, az a, az a képtelen bürokra. Képzeld el, ha elkezdtük használni azt a szót, hogy Kafka féle. Kafka eszk. Úgy mondja az amerikai kafka esk Elkezdtük használni a szót, kafka eszk, mert olyan sokan kezdenek rájönni, hogy ez egy ilyen 22-es csapdája, kafkaféle, szállakakuk fészkére. Tehát ilyen érzések keringtek bennem, amikor a, a, néha, amikor be kell valahova mennem. Ilyen, ilyen, ilyen elintézni valami hivatalos dolgot. Képzeld el, ide jutott Amerika. Neked azért az elmúlt tíz évben, amiket én láttam tőled videókat, meg gondolatokat, meg, meg kutatásokat korábról, amikor még jobban kutattad ezt a részét, és ráadásul nagyon szókimondó volt, sőt, annyira, hogy párját ritkítja. Hú, hú, nagyon-nagyon utána jártál, de tudom, hogy ebből elhagytad ezt a világot, és most alapvetően az emberi lét értelmével, értékével, a valódi értékek keresésével, kutatásával foglalkozol. Mégis, hogy érzékeled? Hát megyünk így lefelé a lejtőn. De egyszer csak lesz valami, ami miatt azt mondjuk, hogy ne, eddig és ne tovább. Már úgy értem, hogy hogy széles tudati körben, társadalmi tudati körben, vagy pedig hagyjuk magunkat ebbe a a világégésbe bele tudsz Tudod, Figyelj csak, mi mind a ketten ugyanazt kutatjuk. Te keresed a praktikus megoldást, mert te férfi vagy, a, a tehát neked mindened e felé megy. Én és még Bika, mindig... Fölgyedjön. Én még mindig keresem, hogy, hogy ki lehetne valahogyan védeni, és kérdezem a, barátaimat, az indiánoktól kezdve az amerikai kóbolyokat, a katonákat, mindenkit kérdezek, hogy hogy lehetne ebből kibújni, és sajnos mindenki azt mondja, hogy Zsuzsa, Susan, nincs kibúvó, mert amíg nincs valami óriási változás, ami az embereket fölrázza, addig nem lesz itt semmi változás. Na most én még mindig abban reménykedek, hogy esetleg napkitörés, vagy a suman rezonancia. Most a következő négy év még, azt hiszem, vagy a három, hogy is, 2026-ig. 2026-ig még olyan intenzív napkitörések jönnek, Igen. és hát megváltoztatja időnként pulzálva a föld mágneses terét. Bizony, a rezonancia. még a, a, a ezzel foglalkozó tuda, tudósok az emberi történelm során nem tudtak regisztrálni. Tehát egy Bizony. rendkívüli Bizony. Tehát a, a, a csillagászati szempontból is egy rendkívüli időszakban vagyunk, igen, különben Sopronban, nálunk Sopronban van az egyik legnevesebb schumann rezonancia megfigyelő állomás. Épp nézegettem, egy amerikai srácot el is ment oda. Tudjuk konkrétan, hogy a Schuman rezonancia, tehát a 7,8 Hz a Schuman rezonancia állandóan megugrik, de állandóan, és azt is tudjuk, hogy ez kapcsolatban van az emberiség tudatállapotával. Tehát, tehát a tudatállapotunkat ö, tömeges szinten megemelheti, hogyha a sumon rezonancia megemelkedik. Erre mondja a magyar, hogy egy huron pendülünk különben. Mert hogyha két egyformán be. Ö, 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 egy két gitár van, egy, egy szobában ugyanúgy van behangolva, nek húr, egy húrt megpendítesz, akkor a másik gitáron is rezon, berezonál ugyanaz a húr. Tehát az ezt tudjuk. Az akusztikus zongorán ugye hangnak vannak ezek a felhangrendszerei, e, hogyha egy mély regiszterben lévő hangot így ö, ö, megűts, ö, Igen. és lenyomva tartod, akkor a magasabb uh, vele uh, szinkronban lévő húrok is hozzáteszük a magik, maguk rezgését, Bizony. attól szél, szól olyan szépen az akusztikus zongora, amit, amit nem tudunk uh, így az eszünkkel, hogy mitől annyira különleges, hát ettől. Igen, igen, tehát én, én, én még mindig ilyesmire számítok, hogy hát hogyha az anyaföld, mert mert tényleg beméres, bemérések bizonyítják, hogy ez abszolút elképzelhető. Esetleg, na most azért azt hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy mindenki tudná elviselni azt, hogyha hirtelen egy másik tudatállapotban van. Tehát ezt viszont nem tudom. Egyáltalán, nem tudom. Egyáltalán az, amikor Jön az a, az ébredés, a tudatosodás, amikor rádöbbensz arra, hogy mindaz, amit eddig életedben biztosnak gondoltál, amire támaszkodtál, amit a kiinduló pont volt, az mind hazugság. Bizony. Akkor az emberben egy világ ömlik össze. Én, nekem magamnak is volt 2008-9 körül ez a krízisem, és akkor utána, mikor elkezdtem kutatgatni, hogy ki ennek az oka, akkor én fel is vállalom, hogy 2010-11-ben én nagyon antiszemita voltam. Szóval akkor olyan, amire azt mondják, hogy antiszemita. Mert hogy azt rájöttem, mondják, hogy kik mozgatják, vagy kitől igen, lett ilyenni ilyen a világ. Igen. És utána jöttem rá, hogy nem így van, ez ennek fölé kell emelkedni, mert ők is egy felhasznált uh, uh, bérkonyá, illetve nem ott keresendő a végső probléma. De amikor számtalan emberrel találkoztam, akik az elmúlt tíz évben valamilyen apró kapcsán felébredtek, és Igen. rádöbbentek, hogy meg vannak vezetve. Bizony. É, és akkor, akkor egy olyan. Most akkor mit kezdjek magammal, meg mit kezdjek Igen. a világgal? Most Igen. akkor hogy legyen? állapodva kerülnek? Igen, ez az, amikor én, én ezt úgy szoktam megnevezni, hogy kicsapom a biztosítékot egyes embernél mert annyira kialakult világnézet, nézetünk van egy bizonyos kor után, amit, amihez ragaszkodunk. Talán nekem az a szerencsém, hogy eljöttem Magyarországról, és ami ott, főleg ami, amióta itt nagyon egyedül vagyok a vadnyugaton, mondjuk nekem tényleg vannak barátaim, de én néha úgy érzem, mintha maugli, maugli lennék a farkasok között, tehát én tényleg másképp gondolkozom. Kezdek rájönni, hogy tényleg másképp gondolkozok, és pont ezért rám is találnak olyan emberek, akik másképp gondolkoznak. Úgyhogy csak mondom neked, hogy a legújabb dolog, amiben benne vagyok, rám talált egy, egy olyan fehér srác, akinek a dédnagymamája a fekete láb, Indián törzsből való, és olyan dolgokat lát a srác, most már ketten vannak, meg a, a volt nagymama, tehát háromról tudok csak, hogy keressük, hogy vajon az előző civilizáció kik lehettek és hova tűntek, tehát most ilyesmiket kutatgatunk. Megmondom őszintén, csak hogy minden a nézők tudják, hogy, 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 hogy ez milyen világ amiben én most benne vagyok. A múltkor például mentünk felfedező útra, és tőlem indultunk, és a srác megjelent egy ilyen nagy stukkerrel, hogy én, én mint a kis, kislány elkezdtem hisztizni, hogy de akkor most veszélybe leszünk, és akkor hogy lesz? És ő szépen megvárt, olyan indiánosan megvárta, hogy én kihisztizzem magam és akkor mondta, hogy na, megyünk. <gül> <gül> Úgyhogy ilyen nagy stukkerrel mentünk felfedezni a világot. Minden esetre a kérdés az, hogy az előző, kik voltak az előző nem generációk, hanem civilizációk akik itt éltek, mert meggyőződés sem nekem is, meg most már nagyon sokan vagyunk, hogy ez egy nagyon ősi világ. Ez az Amerika, ez egy, nem, hogy az új világ, hanem nagyon-nagyon régi világ. Megjegyzem, hogy csináltam régen egy olyan videót, hogy vajon hol van az, a, az új, a, hogy mondják a, a, a zsidó nép, hogy mondja a, a, az ígéret földje, vajon hol van. És képzeld, Zoli, hogyha megnézzük azt a Jeruzsálemben azt a templomot, amit állítólag le kell rombolni ahhoz, hogy fölépítsék az új templomot, tudod, miről van szó, a, a kőszikla um, igen, igen. dom, hogyha megnézzük azt a kősziklát, az Amerika térképének a, a baloldali része. Úgyhogy még az is lehet, hogyha úgy nagyon-nagyon összeteszem a képet, hogy esetleg Amerika... Az új világ. Én, én néztem erről most már több anyagot, tényleg, valóban azt látom, hogy a, a keleti part az, az teljesen, um, ugye, a, a bankrendszer és a zsidó világ, az épek és a többi. És akkor lehetne mondani, hogy én honnan veszem, hogy a nyugati világ pedig a, a palesztin és arab világ, de nekem éppen van egy rálátásom erre, mert én valaha uh, árultam uh, uh, képeket, meg tehát ilyen turista dolgokat, és rengeteg üzletben jártam, és tényleg az üzleti világot ezen a környéken teljesen átvették az arabok, főleg a palesztinok. Úgyhogy nem tudom, mire várunk, de valamire nagyon várunk, és az én barátaim szerint, nagyon hamarosan lesz valamiféle, vagy összeomlás, vagy... Va, tehát mindenki várja, hogy valami legyen. Én pedig reménykedem, hogy biztosan, biztosan még ki tudjuk védeni. Én szerintem, ha engem kérdezel, szerintem megtörtént a változás, szerintem tényleg ketté váltak a dolgok, és... Ö, én úgy látom, hogy átmentünk a, 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 az újrakezdésen, csak még nem egészen értem. Tehát még én tehát tanulgatom én is. Az biztos, hogy mi egy nagyon szerencsés korosztály vagyunk, azok, Igen. akik most élnek ezen a bolygón, mert az emberiségnek ez egy történelmi pillanata, ez a páreszendő, és hát. Nem véletlenül emlegetik olyan sokan innét is, onnét is, fehér oldalról is, meg a, a sötét oldalról is, a 2030-at, mint egyfajta kitűzött dátum a bizonyos célok elérése érdekében. Ez az évtized, ez rendkívül izgalmas lesz. Nagyon Igen. sok megpróbáltatás lesz benne. Erre fel kell készülni minden előadásban. Igyekszem elmondani a hallgatóknak, hogy készüljenek fel. Ez nem rémizgetés. De hát amikor meghallgatod az időjárás jelentést, és azt mondják, hogy holnap égeső lesz, akkor az nem rémizgetésből van, hanem azért, hogy készülj fel, és akkor tudod, hogy holnap úgy menj ki az utcára, hogy, hogy bármikor égeső lehet. Tehát, igen. És hogy arra legyél felkészülve, és akkor ha esik a jég, akkor nem ijedsz meg, hanem Ja, hát igen, hát megmondták, hát akkor most itt van. Tehát készülj fel rá lelkileg, ez majd nehézségeket, megpróbáltatásokat okoz, de az, hogy mi fog történni, vagy hogy milyen események lesznek, az mindig belül, bennünk dől el, mert mi teremtjük Igen. a világunkat. Ezt, Igen. ezt erről is nagyon sokat szoktam beszélni, hogy higgyük el, hogy amikor tüntetésre megyünk, vagy elégedetlenek vagyunk, és azt fejét tegetjük, hogy mivel mennyire vagyunk elégedetlenek, akkor csak fenntartjuk a rendszert. Igen. Mert akkor a negatív energiatestet növeljük. Így van. Ahogy ahogy átjára a szeretet, igen. Téged, igen. Az, és hogy ez valódi szeretet, megbékélés, bagaddal, nyugalom, harmónia, akkor ezt elkezdett sugározni. Bizony. Bizony. És ez hatással lesz. És a Bizony. környezeted ezt az energiát sokkal szívesebben dekódolja vagy a vevőkészülékével, mint a sötét energiát. Így van. Én minél többen tudjuk ebbe a nyugalmi állapotba helyezni magunkat, és szeretetet kisugározni, annál inkább, hát fényt gyújtunk fel, egyik barátom Bizony. mondtam, hogy a sötétet azt nem lehet felkapcsolni, vagy lekapcsolni, Bizony. a fényt lehet. És a fényt felkapcsoljuk, akkor a sötétség megszűnik. Egy icipici fény elég ahhoz, hogy eltűnjön a sötétség. <laughs> és nincs az a mennyiség sötétség, ami, ami a, ahol már fény van, sötétséget Barabás... tud teremteni. Kedves Barabás, a barátomat, innét is üdvözlöm, és jó egészséget kívánok neki, és kedves feleségének. Ő szokta ezt mondani, és tökéletesen. Igen, volt. igen, igen, igen. Tehát fölemelni, minél, minél inkább fölemelni fő, a frekvenciát, tehát szeretet, szolgálat, Szolgálat, alázat, segítség. Nekem egyébként volt problémám segítséget elfogadni. Nekem volt olyan, hogy rám szólt egy barátom, egy jó barátom, hogy Zsuzsa, te nagyon jó vagy segíteni másoknak, de de nem, nem tudsz elfogadni segítséget. Nagyon érdekes. Pedig volt. ezzel a másikat fosztod meg a jótét lehetőségétől. Tudod? Jé. Nem is gondoltam erre erre a verzióra, de igazad van. Mert én úgy gondoltam, hogy nekem nem kell segítség, tehát az egóból jött, hogy nekem nem kell segítség. Sokat kutattam a boldogság miben létét. A boldogság Igen. az nem anyagi javakban van. Igen. A boldogságot nem tudod megtalálni egyedül, ideig óráig, tehát veszel egy Ferrárét, és akkor beülsz és ott ülsz az ülésbe, és akkor egy kicsit mintha boldog lennél, de ez nem valódi boldogság. Ne nincs az, az igazi értékez. A valódi boldogság megszerzéséhez kell egy legalább egy másik ember, igen. akinek te segíteni tudsz. Igen, 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 és igen. És amikor ő, ezt tiszta szívből teszed, és amikor ő hálás szemmel, szívvel fordul feléd és megköszöni, na attól felemelőbb érzés nem nagyon van. Igen, 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 igen. Na ezt kell gyakorolni. És amikor te nem fogadsz el... A másiktól, aki segíteni szeretne neked, aki meg szeretné élni, mert neki ez lehetősége, ő ezt, ezt most képes és tudja adni, és ha te nem fogadod el, visszautasítod, akkor ettől az élménytől fosztod meg, hogy ő utána így érezze magát, hogy na jól van, a mai jó cselekedetem is meg volt kipipálva, és akkor így meg volt könnyebbülve. Gondolj bele a, a saját történéseidből. Így van, így van. Tehát emelni a frekvenciát. Én magamnak még leírtam egy témát, amit nagyon szeretnék földobni, hogy hogy, hogy lehet megosztani népeket, nemzeteket, tehát mik azok a technikák. Sokat beszéltünk, nem vagyok egyedül azzal, hogy ozd meg és uralkodj, tehát ezt tényleg fölismerjük mindenhol, de én, még hatásosabb, tehát most rossz értelemben mondom, hogy hatásosabb módszert látok magam körül, az pedig az, hogy közös traumát föl, tehát a népek közös traumájára állandóan rávilágítani. Na most miért mondom neked, hogy amikor az emberi emberek, tehát egy. Én most éppen ezt az indiánoknál figyelem meg nagyon élesen, vagy Izraelről is beszélhetnénk, de jobb, hogyha maradunk az indiánoknál, nehogy le legyünk tiltva megint. Uh, A... Bocsánat, bocsán, úgyhogy tényleg meg kell válogatnunk, mert uh, most uh, igen. április 5-től életbe lépett új uh, cenzúra törvények, uh, igen, nem, legalábbis az Európai Unióban. Ezek, igen. ezeknek már érezzük a hatását. Drága Szilák László professzor barátommal csináltunk egy videót, eddig soha nem volt vele baj, nagyjából ugyanazokról beszélgettünk, tehát semmi újat nem hoztunk be, a, a és most le vannak tiltva a hozzászólások. Bizonyan. Aztán most megemlítettük a a Horváth Gergő moszkvai tudósítónkkal is beszélgettünk erről a háborúról, meg arról a támadásról, ami Moszkvában volt, meg a, amit most szegény Izraelben élnek meg a, azon a földrészen élők. Ezeket a sanyargatásokat, és az is le van tiltva. Még jó, hogy nem a videó, de a hozzászólások igen. Úgyhogy szeretnénk sok igen. hozzászólást. Ugye? Kérjük jó, jó. A kedves nézőket, maradunk hogy az indiánoknál, maradunk Kessék de. És a megnézi a, a, profe... a, a szilákos videót, mert az most már úgyis annyi, meg a, a, a Gergővel. De azért. Így le van, le de akinek inge vegye magára, akinek pedig nem inge ne vegye magára, tehát az áldozati mentalitásról szeretnék beszélni egy picit, itt, itt magamnak. Tud, én hiába értek bizonyos szavakat, vagy kifejezéseket, szeretek azért mégis utána nézni, tehát ennek is jobban utána néztem. Az áldozati mentalitásról azt találtam angol nyelven, én most itt fordítottam, hogy valós vagy, Képzelt áldozati nézet, vagy abból fakadó szemlélet, ami dicsőíti, vagy megengedi az áldozat állapotát. Az áldozat, na most az áldozat, aki, tehát itt az a lényeg, hogy aki magát áldozatnak tudja, és ez lehet képzelt áldozat is, mert Maradjunk először a valósnál. Tehát azt tudjuk, hogy pszichológiából, hogy nagyon sok áldozatból bántalmazó lesz. Sajnos. De képzeld el, Zoli, hogy az derül ki, hogy nem kell hozzá, hogy te áldozat legyen valaki. Elég, ha csak képzeli, hogy áldozat, akkor is az, az neki egy. Az, azt a képzetet adja, hogy akkor neki joga van bántalmazó lenni. Úgyhogy én akár hányszor bemegyek egy indián uh, lakásba vagy házba, és mindig hallom, hogy mert a csúnya fehérek ezt csinálták, meg a csúnya fehérek azt csinálták, én nem mondom, hogy nem csinált velük senki semmit, de ez az áldozati mentalitás, ez föl. Uh, föl uh, ad nekik arra az ő fejükben jogot, hogy, hogy utána azt csinálnak más, másokkal, mondjuk a fehérekkel, amit ők gondolnak, mert hogy, hogy áldozatnak gondolják magukat nagyon Bosszút értes. állhatnak. Bosszút, Bosszút állhatnak. Igen. Úgyhogy képzeld, értes. Zoli, ott tartunk, hogy egy fehér barátom fölvet, de ez egy példa a milliók közül. Hogy, hogy, egy olyan barátom, aki jót tud, tehát köztük élt, tehát beszél navahó nyelven is, fölvette egy, egy navahó embert a, a, nagy semmibe, elvitte az autójával haza, és mikor az indián kiszállt a, az autójából, utoljára még, még kimondta azt a szót, ami körülbelül annyit jelent, hogy te piszkos fehér. Tehát, tehát a, ahelyett, annyira hogy között, agymosva van, vannak, de annyira agymosva vannak, hogy a piszkos, tehát még az is, aki épp most csinált velük jó dolgot, de ez egy példa a milliók közül, és, és én, csak, én csak látom, hogy, hogy bizonyos népek, hogyha úgy gondolják, hogy, 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 hogy ők áldozatok, mondom, nem kell, hogy valós legyen, nem kell, hogy az ő életükbe történjen. Mert a... mi is fölhozhatnánk mennyi mindent, a don kanyar, meg mit tudom én, de nem, nem ezt, nem, nem ezt, ezen, tehát, hogy mondj, tudod, miről beszélek? Abszolút, sajnos, igen. sajnos, sajnos, ezt látom, minden, hogy, hogy minden, nem rossznak a, két minden, rossznak, ami a, Minden rossznak, ami világban történik, amit mi tört, csinálunk, mert hát mi fogjuk a kezünkbe a puskát, és kezdjük el megölni egymást valaki másnak az érdekében. Ugye? Igen. De minden ilyennek a félelem át, áll a hátterében. És ezt nagyon precízen és pontosan látod. A félelem az, amivel manipulálni tudnak bennünket. Meg az agymosás. A, a, az, az igen. Tehát az agy mondja, igen. A, igen. A, ez az átkodolás, hogy féljenek meg. Ezzel a tudatalattiban legyél szabálykövető. De figyeld, milyen. Olyan, olyan, ezt figyel, vagy keresgettem, analizálgattam, foglalkoztam ezzel a témával, hogy Hány módon, és milyen rafinált módon jönnek felénk a, a szabálykövetés fontosságával, mert ha a szabálykövetés az azt jelenti, hogy nem követed a szabályt, akkor meg leszel büntetve. Igen. É, tehát szabálykövető vagy, és akkor most már teljesen mindegy, hogy milyen az a szabály. De te már belettél kattintva a szabálykövetésre, és Igen. magadban ott a félelem testet, hogy a szabályt nem lehet megszegni. Teljesen mindegy, hogy értelmes vagy értelmetlen. Egy ideig figyeled, látod azt, hogy értelmetlenek ezek az új szabályok. De hát akkor is ezek a szabályok, és én nem tettek a szabályok ellen, így aztán már nem is kezdem, le is szokom arról, hogy kutassam a szabályok értelmét. Ez a szabály, és pont. Na hát, Igen. Akik Igen. ezt a világot, azok meg pont ezt akarják. Így van, és mennyire teljesen más, ami az ember által fölépített szabály, meg ami belénk van kódolva. Hát az ember által fölépített szabályokról már teljesen elegem van. Annyira elegem van, de annyira elegem van. Különben szeretnék neked szeretném neked megköszönni, hogy szabadjára engedsz. Tényleg nekünk volt olyan műsorunk, ahol ahol mindenki föl volt háborodva, hogy, 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 miért nem engedsz te beszélni, aztán meg miért én, én beszélek át. Tehát, tehát, mindig volt valami, és én üzenem kedves nézőknek, hogy, hogy ez azért van, mert te megengeded, hogy, 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 úgy menjenek a dolgok, ahogy nekem éppen Zsuzsának éppen jön, vagy, vagy, vagy ahogy esik, úgy puffan, most éppen én örülök, hogy tudtunk beszélgetni, mert általában nem így van. Én is. nagyon, Igen. Örülök. Én is nagyon örülök, és annak is örülök, hogy már régen láttalak, tényleg nem tudom, két vagy három hónapja volt az az utolsó Igen. felvétel, és látom, hogy semmit nem veszed, nem veszítettél fényedből, csillogásodból, Köszönöm lelkesedésedből, szépen. a mosolyodból, a boldogságból és Köszi. a boldogságodból és a pozitív hozzáállásodból, ahogy az emberek felé fordulsz, és én őszintén is tiszta szívvel kívánom, hogy ezt a hatalmas kincset, értéket, amit te mm. magadnak már megteremtettél, mert ez többet mm. ér mindennél, erre oh. vigyázz, nagyon őrizd, oh. és és ahogy telik, és ahogy lehet, minél többeket részesítsél ebből a fényből, oh. akikkel találkozol, és akikkel oh. összehoz a Jóisten. Ó, köszönöm szépen, ó, nagyon szépen köszönöm. És a nézőknek is köszönöm, hogy meghallgatnak minket. Igen. Én is természetesen nagyon köszönöm a nézőknek, hogy meghallgatnak bennünket, és nagyon hálásak vagyunk a biztatásokért is, természetesen, és kérjük is a nézőket, tartsák meg ezt a jó szokásukat, mármint azt, hogy nézzék a Nexus Televízió műsorait, tudják, mert jogunk van az igazsághoz, de önök is mondják el a kommentekben, a hozzászólásokban, a megjegyzésekben a hallottakról a véleményüket, mert mi itt a legtöbb műsorban a beszélgető partnereimmel őszintén megnyilvánulunk és egymással beszélgetünk, és csak reménykedünk abban, hogy esetleg egy-két olyan gondolat is kikerül a, a, az éterbe, a, amely esetleg mások számára is ad valamilyen hát elgondolkodni valót, vagy valami gondolatot újszerű. Nem feltétlen azt, amit mi gondolunk. Tessék tovább gondolni ezeket. Így ezeket van. A... Magukat. Ez a lényeg, azt tanulgatjuk most a világban, hogy a saját agyunkkal, a saját eszünkkel gondolkozzunk, mert az egy technika volt, hogy, hogy egy generáció alatt úgy lehet átnevelni egy népet, hogy nem engedtek meg gondolkozni. Biztos emlékszel még arra, hogy mindig vissza kellett mondani, nem ne. lehetett hozzáadni, elvenni. Vissza kellett mondani. Tehát most azt gyakoroljuk, hogy a saját nézőpontunkból, a saját megfigyelésünk alapján mit gondolunk. Hát kell gyakorolgatni. Igen. Leszoktunk róla. Igen. Ez az igazság. Igen. és még az van, hogy a Jó Isten olyan kegyes hozzánk, hogy amikor tanít bennünket, addig mindaddig feladja újból és újból ugyanazt a leckét, amíg nem tanuljuk meg rá a választ. Igen, igen, De, igen. Vedd észre, amikor megoldottál magadban valamit, a saját egyéni utadon igen. megoldottál valamit, akkor utána az a probléma nem kerül többet eléd. Igen, 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 bizonyám. Hát, drágáim, a Jóisten azt tudja, hogy mit csinál, és nagyon hálásak lehetünk neki, hogy Igen. megengedi, hogy részt vegyünk itt ebben a kalandban, ebben a kalandjátékban a felon az bolygón. Így van, ez tényleg egy nagy kaland, ha úgy látjuk, ha úgy nézzük. Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm én is. Nagyon nagy öröm volt veled beszélgetni, oh, és igen, tudod, köszi. hogy folytatjuk, tehát Jó, igen? A, a nem Jó. ígérjük meg, hogy mikor, mert nem a holnap, Jó. mert ráadásul uh, fele kell dolgozni, és készül a Jaj, a igen, amit te, még ezt hagyd mondjam el a nézőknek, én egyszer láttalak téged dolgozni, személyesen, csak a nézőknek üzenem, hogy ha valaki látná Zolit dolgozni, a megfeszített munka ütem, amit te tudsz produkálni, az valami fantasztikus. Én láttam, én csak őszintén mondom neked, hogy nagyon szépen köszönjük. Ugye csak akkor most nagyon szépen köszönjük a munkádat. Csuzsit, teljesen zavarba hozol. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, jó zavarba hoztál a végére. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ahogy már mondtam. Tudják, nézzék tovább a Nexus televíziót, és hogyha esetleg Szeretnének tenni is valamit, akkor szeretettel várunk minden kedves nézőnket a Nexus Klub tagjai között, mert hogy közösen könnyebb, és ott közösen könnyebb lesz jobbá tenni ezt a világot is. Zsuzsi, szervusz! Minden jót jó kívánok neked magadra. is, és a nézőknek is. A nézőknek Viszlát, viszont szervusz. látásra találkozunk hamarosan a Nexus Televízió következő műsorában is. Szervusz!